Következő felszólaló Szakács László képviselő úr, MSZP, tessék. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, az előző két percesben sok mindenre ki tudtam térni, sok mindenre meg majd most fogok. De örülök neki egyébként, hogy államtitkár úr részt vesz a vitában. Ezt most komolyan mondom, tehát abszolút rendhagyó a kormány tekintetében. Nem szoktak ők csak az árszóban reagálni, így legalább akkor van arra lehetőség, hogy tudjuk ütköztetni a véleményeket. Azt mondta államtitkár úr, hogy a Mátrai erőműnél 10 000 munkáját megvédtek. Ennél többet is. Ez így igaz. A kérdés az nem ez. A kérdés az az, hogy nem lehetett volna azt mondani a Mészáros Lőrincnek, hogy ezt most idén nem tudjuk kifizetni, mert most másra kell, most a családokra kell. Most a családoknak, az embereknek kell adnunk pénzt, majd várd ki, légy szíves, majd legközelebb megkapod, akkor, amikor lesz rá lehetőség. Kibírja a Mészáros Lőrinc? Kibírja. Kibírják-e családok? Nem bírják ki. Arról a Mészáros Lőrincről beszélünk, aki a kormány kitüntető figyelme mellett, meg barátsága mellett, akkor is kapott 18 milliárd forintot, ugyanebből a büdzséből tavaly, amiből ezt a 75-öt, akkor is kapott 18 milliárd forintot, ha elbocsájtott 800 embert a szállodaláncaiból. 800 családnak akkor téve pokollá az életét, amikor a legjobban dühöngött a járvány. És bizony az önök jó voltából, mert nem fogadták meg a mi javaslatunkat, azoknak a családoknak akkor kellett volna munkát találni, mert akkor járt le a 90 nap, amikor önök bejelentették, hogy megjött a második hullám, és nem sokára jönnek az újabb lezárások. És ez még mindig ugyanaz a Mészáros Lőrinc, akinek önök adtak 18 milliárd forintot még pluszba, aki egyébként talán egy-két héttel hamarabb meg az egyik cégéből kivett 11 milliárd forintot. Magyarán mondva, nem kell azért Mészáros Lőrincnek aggódnia, de nekünk se kell értük, de legfőképpen önöknek nem, mert mi nem aggódunk érte. Nem kellene önöknek aggódni, hogyha most a Mátrai erőműért járó pénzeket, amiben volt vételár, volt tagi kölcsön, azt, hogy a tagi kölcsönt egy veszteséges cégből önök hogyan akarnak kifizetni, ez már egy másik kérdés, az már számviteli kérdés. De amiben volt tagi kölcsön, azt is kifizették, nem volt önökben annyi önmérséklet, hogy azt mondják, hogy Lőrinc most ne. Most ne kér pénzt, most ne bocsáss el embereket, és kérlek szépen, hogy várd ki a sorodat, majd amikor segítettünk a magyar családokon, akik elveszítették a munkájukat, vagy a jövedelmüknek egy nagy részét, majd utána te rajtad is tudunk segíteni, hiszen most vittél haza a cégedből 11 000 milliárd forintot. Államtitkár úr, nem ezért hozzák önök létre, hogy hívják önök ezt a nemzeti nagytőkés osztályt? Mi egyszerűbben hívjuk őket oligarchának, de nem ezért jöttek ők létre, hogy amikor bajban van a kormány, akkor legyen kihez fordulni segítségért. Hát de látszik, most Mészáros Lőrinc van bajban, meg az ország is, de Mészáros Lőrinc akkor is kap segítséget. A magyar KKV meg akkor sem kap segítséget. Magyar KKV-nak tudja, mit kínáltak államtitkár úr? 10 millió forint hitelt. Hát a Mészáros Lőrinc az mikor fogja ezeket visszafizetni a magyar államnak? Mert ő viszont kap vissza nem térítendő támogatást. Azt mondja, hogy a beruházással gyarapodik a nemzet vagyona. Budapest-Belgrád vasútvonalra eddig csak költöttünk. Eddig csak költöttünk, és ebben a legborzalmasabb az, hogy önök azt a 82 milliárd forintot a védekezési alapból vették el, itt mondta el a miniszterelnök. Az emberek asztaláról vették el 82 milliárd forintot, majd utána ősszel és tavasszal ugyanez a kormány összesen nem fizetett ki ennyi pénzt, 82 milliárd forintot bérkompenzációra. Európa, hanem a világ legszűkmarkúbb kormányáról beszélünk. Önök 50%-ot kínáltak bérkompenzációt. Mindenhol a világon ennél nagyobb volt. 80% volt. És egy dolgot még majd fejtsenek meg nekem, hogyha valaki nem nyithat ki és nem lehet bevétele, akkor a másik 50%-ot azt miből tenné hozzá? És itt csak pár szektorról beszélünk. Önök nem pár szektortól kérték azt, hogy ne dolgozzanak. Önök azt mondják, hogy aki nem dolgozik, annak ne legyen jövedelme.
Ez az önök hitvallása. Na de hát ugye önök kérték. Önök kérték a vendéglátósokat, a szállodásokat nem kérték, kötelezték. A vendéglátósokat, a szállodásokat, a rekreációs iparnak a résztvevőit önök utasították arra, hogy zárjanak be, elvették a bevételét. Majd ezek után önök nem a bevételt pótolták, hanem csökkentették a költségeit nagy lelkűen. Hát azért azt nem nehéz belátni. Azt nem nehéz azért belátni, hogyha valakinek nincsen bevétele, akkor annak bármennyire csökkentik le a kiadásait, akkor azt nem fogja tudni kifizetni. Hát, hogyha ehhez kérnek összefogást, meg hogy a Mészáros Lőrincet még tömjük ki még jobban, akkor is, hogyha közben családoknak ezrei, tízezrei mennek tönkre, hát akkor Holik képviselőtársamat el kell, hogy ebben keserítsem, nem voltak eléggé meggyőzőek. Győzték volna meg a Mészáros Lőrincet arról, hogy várjon még egy évet, majd akkor megkapja azt a 18-20 milliárd forintot. Vagy a mátrai erőműért, vagy bármelyik másik szállodájának a felújítására. Lőrinc most ezt fizest ki, várj rá egy évet. Őt győzték volna meg, ne engem győzködjön itt maga. Azt mondják, hogy nincs is demokrácia deficit. Keresztes képviselőtársam szóba hozta Komló városát. Abban a helyzetben vagyok, én onnan jövök. Ott van egy fideszes polgármester, meg egy nem fideszes többség. Államtitkáról nagyon jó, hogy itt van az igazságügyi minisztériumon. Arról legyen kedves majd mondani nekem pár dolgot, hogy hogyan értékelik azt, amikor úgy kell eljárnia ilyenkor a polgármesternek, hogy az a járványügyi intézkedésekkel összhangban és arányosan kell, hogy megtörténjen, amikor a polgármester ugye egymaga cselekszik a képviselőtestület helyett, holott Komló városában nálunk ez úgy történik, hogy kikérik a többségnek a véleményét, majd pont az ellenkezőképpen döntenek, és majd szívesen hozok önnek majd határozatot, de nyugodtan töltse le az internetről, úgy van, hogy a polgármester eldöntötte a kisebbségben lévő Fidesz frakció támogató véleménye mellett. A többségnek a véleményét hagyja figyelmen kívül. Intézményvezetőt nevez ki. Pályázatokat ír ki, és el is bírál, és szerződést köt, és közbeszerzést ír ki, és el is bírál, és szerződést köt. Rendben van ez így? Szabálytalan? Hát persze, hogy szabálytalan. Legalább önök szóljanak neki, hogy nem fognak a fák az égig érni. Nem fog ez a helyzet örökké tartani. Nem fogja tudni az összes barátját kistafírungolni, és nem tudja majd az összes hibás döntését helyrehozni, majd utána kérni egy másik közösséget, akit megválasztottak. Ugyanazok a választópolgárok, hogy ezeket hagyja jóvá. Miközben ugyanezeknek a választópolgároknak az akaratát pontosan semmibe veszi ez a polgármester. Mert nem veszi figyelembe képviselőtestületi többségnek a döntését, ezzel megszegi a szabályokat, a persze, hogy megszegi. Ön is tudja, én is tudom. De még helyben is figyelmeztetik rá, megfelelő szervek, gyakorlatilag ezen simán túllép. És azt gondolom, hogy ha az ember ezt látja, és higgyék el, én közelről látom, önök ne tanítsanak minket demokráciára. Végképp ne. És aztán azt mondják, hogy hát például a GDP az kevesebbet csökkent, én most hallottam, hol itt képviselőtársam, és nem mindegy, hogy honnan, tisztelt képviselőtársam. Remélem, nem arról akar minket meggyőzni, hogy a hanyatló nyugat, az most már olyan rossz helyzetben, és higgye el nekem, hogy nagyon sok magyar család és nagyon sok magyar megye szeretne ott tartani, mint egy-kettő nyugati tartomány, ahol most olyan nagyot zuhant a GDP. Szeretnének egyébként a magyar gazdák úgy járni, mint az osztrák gazdák, szeretnének a magyar cégek úgy járni, ahogyan mondjuk az osztrák, a német, meg a francia cégek járnak. Tudják, ott normatívan adják azt a támogatást, ami a kiesett bevétel után van. Megnézik, hogy az utolsó békeévben, 2019-ben, ebben a hónapban mennyi volt a lejelentett bevétele, és annak a 80%-át azt odaadják. Munkanélküliség, külföldön azt mondják nagyobb, lehet, hogy ott nyilván tartják. Itt nálunk 3 hónap után kiesnek a rendszerből. Tegye szét a kezét, kedves Nacsa képviselőtársam, egyébként ez abszolút ugyanazt csinálja, mint a kormánya, ők is szétteszik a kezüket. Hát akinek
Most nem jutott munka, az egész egyszerűen így járt. Ja nem, mondtak önök erről mindent. Azt mondták, hogy annyi munkahelyet fogunk teremteni, amennyit felemészt a Covid, nem sikerült. Utána azt mondták, hogy aki nem talál sehol sem munkát, az mehet katonának, akkor látták, hogy ez mégse vonzó. Azt hiszem, hogy most az volt a legutolsó, amit Bodó államtitkártól hallottam, hogy akkor az már lehet közmunkás. Ez aztán a jövőkép. Ehhez azt gondolom, hogy tényleg nem kell a velünk való szövetsége, ez elegek van, elegek önök ennyi mindent elmondani. Szóval én arra kérem önöket, hogy ebben meg maguk legyenek egy kicsit magukhoz önkritikusak. Hogy akkor, amikor persze én értem, hogy ez a kommunikációs stratégia, hogy nagyon sokat kell beszélni arról, hogy a kormány mennyit tesz a járvány kezelése érdekében, azért időnként a tények zavarják meg önöket abban, amit itt nekünk előadnak. Magyarán mondva is, hogy egy-két tanácsom, javaslatom lehetne, szóljanak a Mészáros Lőrincnek. Lehet, hogy most akkor idén nem fog megint 200 milliárd forintot keresni. Nem ő lesz jövőre a leggazdagabb magyar, a valaha élt leggazdagabb magyar. Majd lesz azután, ha majd lesz rá elég pénze ennek az országnak. Sőt, az lenne a legjobb, egyébként, ha nem lenne. Én azt gondolom, hogy ezekben önök nem kérhetnek partnerséget. Hogy kitömjük az önök oligarcháit, hogy segítsünk abban, hogy a polgármesterek önkényesen döntsenek, roncsanak el, amit akarnak, majd utána a helyi, akár a komlói adófizetőkkel ezeket a hibákat, ezeket kifizettetik. 100 milliós nagyságrendekről beszélünk. Nézze majd meg államtitkáról, nem sokára jön majd önök az előterjesztés. Mennyivel nőtt a komlói hiány? Egy negyed év alatt. Két elrontott beruházás miatt. Nézze majd csak meg, önöknek kell majd erről majd utána dönteni, mert hát ide fog jönni pénzért. És én azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben persze lehetett volna azt figyelembe venni, amit mi javasoltunk. Önök mentek a saját fejük után, erre kérték a polgármestereiket is. Most meg minden másról beszélnek, csak erről nem. Én azt gondolom, hogy ez nem tisztességes. Ezeket a dolgokat ugyanúgy figyelembe kellene venni, és megfelelően kritikát gyakorolni. Köszönöm a figyelmet.